5 évvel ezelőtt, amikor megszervezték az első önálló faddi sportlapot, megfogalmazódott annak az igénye, mi lenne, ha a futballnak a településen űzött valamennyi változata egy nyári napon egyszerre egy időben színes kavalkádot előidézve megjelennének. Naná, hogy mindenki a maga módján, a részvételével támogatta az ötletet. Mindig vannak olyan korosztályok, akik kimagaslóak, most nekünk a 2004-es volt, de egész 7-8 évesek között is vannak nagyon-nagyon ügyes gyerekek. És elég sokan járnak edzésre, itt egy hétköznap 70-80-an vannak a 3 vagy 4 pályán, egyszerre annyian edzenek. Az utánpótlás korú csapatoknak a sportnap keretében tornát rendeztek, több tucatra tehető volt azoknak a száma, akik a lábteniszre neveztek be, ami a műhüves pályákon zajlott. Ám kellett valami olyan nem szokványos, ami a megújuló faddi sporttelepen egész nap folyamatosan ott tudta tartani az embereket, amiben azokat is be lehetett vonni, akik a fociban nem voltak aktívak. Különböző vicces rendezvényeink is vannak a mai napon, akár a fánkevő versenyt mondhatnám, fakanálhajító verseny, ami minden évben nagyon népszerű. Illetve ebben az évben újdonságként bevezettük a falusi egzatlont. Nyilván ez a tévéből koppintottuk, a TV2-n volt egy nagyon jó kis verseny. Nagyon népszerű volt az országban, és azt gondoltuk, hogy akkor itt a kicsiknek és a nagyoknak külön-külön versenyszámban ugye megszervezzük ezt a kis falusi egzatlon pályánkat. Kicsit túlélő jellege is volt a kalandnak. A hangulatot egy közjáték, a kánikulához igazított szivaslabda dobálás remekül megalapozta. Szalma bálákon kell átugrani, vizesárkon átcsúszni, egyensúlyos feladatok vannak, illetve logikai játékok is szerepelnek az exatlon pályában. Esetleg lehet ezt bővíteni, hogy mondjuk a gerjeni hölgyekkel megmérkőztök jövőre, akár túlélésbe, akár hagyományos fociban? Akár igen, újításként bevezetettünk egy női kupát is, és akkor szeretettel majd meghívjuk a környékbeli női együtteseket is, akár egy exatlon kihívásra, akár egy foci bajnokság keretében. A faddi amazonok körében a kézilabdának, a röplabdának, mint szabadidősportnak nincs igazán esélye, annyira focicentrikusak. Persze, hangzatos nagy célok nincsenek, egyszerűen meg akarják őrizni amatőrségüket. Nagyon sok anyuka, illetve idősebb hölgy is a csapatunk tagjai. Ez csupán arról szól nálunk, hogy jól érezzük magunkat, hétvégente megméretítjük magunkat a megyei bajnokságban, a félpályás bajnokságban, illetve a téli időszakban, a futsal bajnokságban. Nálunk csak ez egy hobbi, tehát nagyra törő álmaink nincsenek, nem is akarunk, mi jól érezzük magunkat. Meccsek után kajákat főzünk itt a férjek segítségével. És igazából rólunk, tehát a foci szeretete, ami nálunk a lényeges. A fiúknál a faddi focit felnőtt szinten is az utánpótlásból kikerülő faddi játékosok képviselik, a megyei másodosztályban is, amire okkal lehetnek büszkék. A játékosok száma az meg szépen gyarapodott, 4 évvel ezelőtt talán 30-40 játékos volt faddon, úgy kellett az ifit ki tudjunk állni, úgy kellett elmenni értük. Manapság minden mérkőzésen 18-as kerettel fel az ifink, úgy kell kiválogatni, hogy ki legyen, aki hétvégén játszik, és ez egy nagy öröm. Most már vagyunk 130-140-en a 30-40-ből 4 év alatt, ideig se kellett eljutnunk. A faddi sporttelep élve a társasági adó és az önkormányzat által felkínált lehetőségekkel bizony szépen bővült az elmúlt években. Még egy pesti vállalkozó is besegített. Büszkén elmondhatom, hogy az elmúlt 4 évben hát közel 100 millió forint fejlesztés zajlott a faddon, a műfűes pályák, öltözők. Még szeretnénk egy kicsit ebben fejlődni a következő évben, de most már olyan 90%-os készültségben vagyunk. Kinőtték időközben az eddigi öltözőket, de a bővítésre is már megvan a kész terv, és minden bizonnyal az ehhez szükséges forrás is előbb vagy utóbb meg lesz.